Sziasztok! Ebben a videóban egy ilyen rövid középtávú kitekintést szeretnék adni, hogy szerintem mi várható az elkövetkezendő egy-másfél évben az ingatlan piacon. Abban az esetben, ha további rendkívüli dolgok nem történnek, ugye elég sok minden rendkívüli történt eddig, de ha a mostani állapotok és a mostani tendenciák mennek tovább, akkor nagyon jól kirajzolódik egy kép így egy-másfél éves intervallumban, ami szerintem, amire kevesen gondolnak talán, és érdemes rá most gondolni, hogyha főleg a ingatlanvásárlás vagy eladás előtt állsz, hogy mi is várható egy rövid közép hosszú távon. Na, csapjunk is bele, nézzük is meg. Én azt gondolom, hogy 2023-ban az ingatlan árak biztos, hogy stagnálni fognak. Ez a stagnálás, ez feltételezésem szerint, és a Magyar Nemzeti Banknak az előérzései szerint azokból a számokból kikövetkeztetve, ez körülbelül 2023, ez idén fog fennállni. Magyarul az ingatlan árak jelentősen, szignifikánsan nem fognak emelkedni, vagy csökkenni. Ez egy stagnálás lesz, így nominális értékben azt fogod látni, hogy az ingatlanok ára nagyon nem változik. Lesz egy-két alkalmi vétel, hogyha valaki meg van szorulva, de nagyon fontos, még azt szokták mondani nekik, várják a nagy bezuhanást. Hogy hú, hát itt majd nagy bezuhanás lesz. Nem lesz nagy bezuhanás, azért nem lesz, mert 2008-ban is nagy bezuhanás volt. Azért nem lehet ugyanaz, mint 2008-ban, mert van egy hatalmas különbség. Az pedig az, hogy nincs eladási kényszer. 2008-as pénzügyi válságot követően, az azt követő egy-két évben hatalmas eladási kényszer volt, mert a devizahitelek miatt, a forintnak a gyengülése miatt a devizában nyilvántartott hitelek törlesztő kamata őrült módon megnőtt, ezért akiknek ilyen ingatlanuk volt, amit így finanszíroztattak, azt nem bírták fenntartani. Hogy tudtak ebből szabadulni? Ebből csak egyféleképpen tudtak szabadulni, hogy eladják az ingatlant, vagy kifizeti. Ezért 2008-ot követő egy-két évben hatalmas eladói nyomás volt, egyha kínálat jelent meg, ugye ez alapvető közgazdasági törvény, a kereslet kínálat között, ugye, ha nagy a kínálat, a kereslet viszont állandó, akkor csökkennek az árak. Hiszen megvettem innen is, és kiadja olcsóban, attól veszem meg. Mennek le az árak. Na most ilyen nincs, ugye nézzük is meg, hogy mik azok az erők, amik igazán mozgatják ezt a piacot. Most több ilyen is van, de kettőt emelnék ki. Ez két ellentétes irányú erő, ami egymás ellen hat, és jelenleg kiegyenlítik egymást. Az egyik ilyen erő az az infláció, ami tolná felfele az árakat alulról. A másik ilyen erő, ami az ingatlan árakat nagyban befolyásolja, az pedig a mindenkori hitelkörnyezet. A hitelkondíciók, és ez a monetáris politikán nyilvánul meg a legjobban azon keresztül, és jelenleg a hitelkondíciók azok ugye rengeteget romlottak, tehát az nyomja lefele, mert a magas hitelkamatok azok gátolják a vásárlókat abban, hogy pénzhez jussanak, mert ugye megdrágult a pénz, nagyobb a törlesztő részlet, sokkal többet kell fizetni a kölcsönért. A lakások nagy része, az ingatlanok nagy része Magyarországon hitelezett. Tehát, és azok, ami az elmúlt egy évben viszont ugye nagyon magas volt a készpénzes fizetések aránya, hiszen mindenki az infláció elől menekítette a pénzét és ingatlanokba tette. Szóval ezek már úgy helyet találtak, tehát a jövőre nézve, én úgy gondolom, ez a két nagy erő az, ami dolgozik, és ezek egymás ellen hatnak. Oké, és akkor nézzük meg ezt a két erőt részletesebben, az inflációt, ami nyomja fel az árakat, meg a monetáris politikát, a hitelkamatok alakulás, a hitelfelvevő lehetőségeket, a hitelkondíciók alakulását. Oké, infláció. Az inflációt, azt szerintem úgy a legjobb megérteni, meg elképzelni, és ez marha jó, nekem nagyon tetszik, remélem, hogy nektek is tetszeni fog. Ez egy olyan hasonlat, hogy az inflációt úgy kell elképzelni, mintha a pénz az egy nagy víztömeg lenne, mondjuk egy nagy edényben egy víztömeg, ez a pénzmennyiség. És ezt a pénzmennyiséget
növelgetik. A bejövő cseppek, vagy fentről belecseppentik az edénybe a vizet, úgy nő a pénzmennyisége. Az a lényeg, hogy a pénzmennyiség nem úgy nő, ahogy az áruk és szolgáltatások értéke, ahogy a GDP mondjuk, hanem annál sokkal jobban. Ezért hígul. Hígul a pénz. Egyre több a pénz. Egyre több. Most amikor beér a pénz a közepére az edénynek, hogy szétcseppen, a hullámok, amiket ver, ugye azok nagyok, majd egyre ellaposodnak. Az a középen, ahogy amikor a gazdaságban beérkezik a pénz, javarészt a intézményeken keresztül, az különböző pénzügyi és egyéb intézményeken keresztül, ott akik megkapják, ők még teljes értékben tudják elkölteni, tehát az infláció előtti árat, akkor még ugye nem terült szét, akkor még a kenyér 400 forint a boltban, és amikor kiér ez a hullám a szélére, amikor hozzánk eljut a cégeken keresztül, a béren, meg egyebeken keresztül, akkor az már, ott már 600 forint. Ott már 600 forint a kenyér. De ez történik most, tehát, hogy például ilyen volt az NHP-nak, az MNB-nek az NHP programja, tehát, hogy a Covid miatt szükség volt rá egy ilyen gazdasági ösztönző program, hogy 3000 milliárd forintról van szó, az szépen bejött, az állami intézmények, meg a pénzügyi intézmények, meg egész intézményeken keresztül bekerült a gazdaságba, és szépen szétfolyt, mindenki megkapta béreken, meg egyebeken keresztül. Jó volt, mert ösztönözte a gazdaságot, ugyanakkor szépen telik az idő, kiír a hullám a szélére, és addigra szépen az infláció is elindul. Ez történt, ez nagyon jól lehet látni az infláció alakulásán. Szóval ez az infláció, amikor a kenyér 400 helyett 600-ba kerül, ugyanaz a kenyér. Ugye, emiatt ugye azt gondolnád, hogy akkor a házára is emelkedik, vagy a lakására is emelkedik, hiszen mindennek emelkedik az ára. De... És akkor nézzük meg a másik erőt, ami hat erre a piacra, ami jelenleg szerintem a legnagyobb erő, az a hitel konstrukciók alakulása, hitelkondíciók alakulása. Oké, hitelkondíciók. Ugye ahogy az infláció elszaladt, az MNB-nek lépnie kellett, hogy ezt megfogja. Az őnek ez egyik a legfontosabb feladata, hogy a tolerancia sávon belül tartsa az inflációt, ami ilyen 3-4% körül van. Erre a legjobb eszköze neki az, hogy elkezdi a pénzmennyiséget valahogy így közvetett módon befolyásolni. Ugye kivonni nem tudja, ezért azt csinálja, hogy megemeli a jegybanki alapkamatot, hogy az a pénz, azaz a pénzmennyiség, az ne cirkuláljon a gazdaságban, hanem egy kicsit félre menjen, hogy félre tesszük a széfbe, és kvázi megtakarítás lesz, nem fogyasztás. Na most, viszont drága, ugye ebben az esetben, ha a betéti kamatok megemelkednek, akkor a hitelkamatok is általában követni szokták. Ma Magyarországon egyébként az a helyzet, hogy a kereskedelmi bankoknak a betéti kamatai jóval elmaradnak a jegybanki alapkamattól, és ez azért van, mert így finanszírozzák azt, hogy még mindig jegybanki alapkamat alatt tudsz felvenni hitelt. Szóval megemelte a jegybank a jegybanki alapkamatot, a hitelkamatok is elkezdtek nőni. Ha megnőnek a hitelkamatok, akkor a kereslet az ingatlanok iránt az csökken, mert azok, akik hitelből akarnak vásárolni, már vakarják a fejüket, hogy biztos hitelből akarok vásárolni, biztos akarok vásárolni, mert hát micsoda törlesztő részlet lett most. És ezt úgy kell elképzelni, hogy 0,5% hitelkam, THM emelkedés, az már ezrek. 1% már 10 000-ek, ugye attól függ, mennyit veszel fel. Azok havonta 10 000-ek, nem 1%-os emelkedés történt, ugye, hanem 8%, 9%, ugye, vagy hát de nem, ott körül tartunk, tehát ilyen 4-5%-os. Tehát ezek komoly összegek, nagyon komoly összegek, visszafogja a keresletet. És ez a két erő, akkor most már itt remélem, hogy így egész jól érthető, hogy az infláció, ami miatt azt gondolnád, ugyanúgy, hogy a kenyérára 400-ra 600-ra ment, akkor az ingatlanára is majd fel fog menni. A másik oldalon a hitelezés. Hopp, eltűntek a vevők, ugye, a piacról, a hiteles vevők. Hopp, nincs kinek eladni. Ezért nem megy fel az ár, mert nincs, aki megvegye. Ez a két erő kiegyenlíti egymást, és most ezt látod, hogy stagnál.
stagnál. És ezért mondom, két ez, amíg ebben a dologból nem lesz nagy változás, addig ez is szépen stagnálni fog. Ezt én 2023 első háromnegyed éve biztos, de én még az év végére is erre merném fogadni, hogy ez nagy-nagy változások nem lesznek. Oké. Mitől lehet árrobbanás 2024-ben? Na mitől? Attól lesz árrobbanás szerintem 2024-ben, hogy ezek a hatások, amik most jelenleg kiegyenlítik egymást, az infláció és a hitel kondíciók, ezek megváltoznak. Ezek megváltoznak, ugyanis az MNB előérzése szerint is 2023-ban már idén elkezd az infláció jelentősen csökkenni. Ha jelentősen csökken az infláció, akkor szépen utána fog menni a jegybank és a monetáris politikájával. Utána, nem elébe, utána. Tehát azt jelenti, hogy elkezdi szépen csökkenteni majd szerintem 2023 végétől a jegybanki alapkamatot. És ez a lazítás, ez hatással lesz a hitelkamatokra is. 2024-ben azt írja az MNB, hogy visszatérhet az infláció toleranciasába a 3-4%-ba. Ez azt jelenti, hogy visszatérhetnek a hitelkamatok is jóval alacsonyabb szintekre. Ha visszatérnek a hitelkamatok jóval alacsonyabb szintekre, akkor a hitelezés is sokkal könnyebb lesz. Na most megmaradnak az állami programok, remélhetőleg 2024-ben is. A hitelezés visszatér egy normális szintbe, és ami még nagyon fontos, hogy mi történik 2023-ban? Azt fogod látni, hogy nem változik az ingatlanok ára. Az ára nem. De az értékük igen. Az értékük csökkenni fog. Ugyanis ár és érték nem ugyanaz. Ha azt látod, hogy 2023-ban nem változik az ingatlanok ára, tehát nominálisan ugyanaz a szám lesz a hirdetésben, vagy minimális különbség lesz mindig, amikor megnézed így négyzetméter ár, vagy akármi az ingatlan.com-on, vagy egyéb helyeken, az látod, hogy nem változnak az ára. 2023 januárjában is az volt, meg 2023 szeptemberében is az lesz. Igen, tehát én ezt tippelem, hogy nagyon nagy változás nem lesz. Minimális pár százalék. De az értékük mégis azt mondom, hogy zuhanni, csökkenni fog, nem zuhanni, jelentősen csökkenni fog, ugyanis közben ez alatt az idő alatt, ami elhetett, az infláció 19% is lehet. Az azt jelenti, hogy hiába ugyanannyit ér, ha azon a pénzen sokkal kevesebb dolgot tudsz majd venni. 19%-kal kevesebbet. Annyival kevesebbet fog érni az a pénz. Tehát az értékük, ha mondjuk beváltott, mit tudom én, akármire, palacsintára, vagy dobfelszerelésre, vagy akármire, sokkal kevesebbet tudsz venni. Tehát majd reál értékben az ingatlanok ára csökkenni fog. Ezt szerintem ezt senki nem fogja vitatni. Na most mi történik? Odaérünk 2024-re. Oké, itt vagyunk. Lehet hitelt felvenni, mert tök jó árban van. Van egy igazából, és szerintem egy alulértékelt piac lesz, ugye? Mert az ingatlanok ára nem változott. Mi lesz? És már volt ilyen egyébként a rendszerváltás után Magyarországon, ami egy jó 10 évvel. Paf! Bum! Ezért írtam, hogy ezért raktam ki azt a képet, hogy bam! Robbanni fog az ingatlan ár. Tak, így fog kilőni 2024-ben. Mert a cserearány, tehát hogy amit kapsz érte, nem fogják odaadni az emberek bagóért az ingatlanjaikat. Hát ezzel meg fogják nézni, hogy mibe kerül építkezni majd 2024-ben. Milyen árak lesznek, ugye? Ezek az árak már nagyon lejjebb nem fognak menni, ezek a nyersanyag árak. Szóval, oké, és akkor végül nézzük meg a konkrét számokat így a jövőbe tekintve, hogy akkor mi is lesz a két legfontosabb dolognál, ami várható, az egyiknél az inflációnál, a másiknál pedig a hitelkondícióknál. Inkább monetáris politika így fogalmaznék, de ugye kettőszorosan összefügg. Az inflációnál, ha megnézitek, itt van az MNB-nek, ezt ki fogom tenni, az inflációs prognózisa. Ugye nagyon jól látszik, hogy 2023-ban még ugye pont az első negyed évben marha jó kis izénk van, idézőjelben,
csúcs, most van a csúcs. Ugye ennek megvan a hatása, most tudnék nagyon sokat beszélni. Na jó, pár percet beszélek, aztán ha nem tetszik, vagy tekerjetek bele, tovább mentek. Ugye miért ugrott meg az infláció ennyire? Az egyik, 2023 első negyedévére van a legtöbb beírva, ugye itt a kis MNB-s grafikonban 25% körüli. 25%. Na miért? Na miért? Azért, van egy videóm egyébként erről, hogy a üzemanyagárak miatt, hogy az üzemanyagáraknak a megemelkedése miatt, amit nagyjából semmi nem indokolt, azon kívül, hogy a MOL igen klassz kis monopól szerepet kapott magának, hogy a többiek kiszorultak az árplafonos árból, mert ugye Nyugat-Európából nem fogod tudni eladni a Brent olajat olyan Magyarországon 480-ért, mert ugye sokkal drágább a Brent olaj, mint a Urál, de az Urál olajat meg simán el tudod, az Urál finomított olajat meg simán el fogod tudni adni 480, úgyhogy keresel rajta egy csomót. Ki maradt a piacon? Maradt a MOL. Ha meg a MOL azt mondja, hogy nem megy a finomító, haverok, akkor nincs üzemanyag. De ha lesz piaci ár, akkor lesz, akkor megjavul minden, és lesz ugye üzemanyag. Na, ez történt. Piaci ár lett, és megjavult minden, és a 25%-kal olcsóbb urálolajból lett egy piaci áru gázolaj és benzin, amin extra profit van. Ebben csak az a baj, makroszinten, hogy a gazdaságnak egyáltalán nem tesz jót, mert az inflációt növeli, ugyanis a traktor, amiben a árplafonos meg a többiek gázolajat töltötték, az mind be fog épülni az élelmiszer árakba, úgyhogy nagy valószínűséggel az élelmiszerek továbbra sem fognak csökkenni, hanem emelkedni fognak, ez pedig az inflációt húzza felfele. Miért lett ilyen nagy az infláció? Ez az egyik. A másik dolog, ami miatt meg az infláció megnőtt, és ez a jegybank erre kitért az elemzésére szintén, hogy hova tettem? Igen. A másik, amire az MNB szintén kitért az inflációs jelentésében, hogy idézem, a magas áremelkedés részben az élelmiszerek jelentős drágulása okozza, de általánosan is megfigyelhető a költségek feletti vállalati árazás. A folyamat a vállalati profitok jelentés növekedésében is látható. Ugye? Na, ezt fejelte meg még a MOL. Tak! És ugye, mert mit csinál mindenki egy inflációs környezetben? Mit csinál? Készleteket halmoz fel. Miért halmozza fel a készleteket? Azért, mert később sokkal drágában el fogom tudni adni, hiszen mindennek megy fel az ára. Tehát most megtermelem olcsón, az olcsó nyersanyagokkal, és később eladom drágán már az inflációs áron. De mind ez makroszinten megint csak nem jó senkinek, mert húzza fel az inflációt. Tehát a legvégén mindig aki a lakosság szív, mert ő a fizetése nem fogja ezt követni, és ő fogja azt nézni, hogy mindennek megy fel az ára. Na most, oké, eljutottunk ide 2023 első negyedév, ugye szép, ezért ilyen magas, itt tetőzik most szépen ez az infláció. Már gazdasági érintő programok most nincsenek, amik pénzt nyomnának a gazdaságba, sőt ugye a magyar a jegybanki alapkamatok magasan tartásával pont az ellenkezője történik, egy kis fékezés. Emiatt ugye mi fog történni? Az fog történni 2024-re, meg 2023-ra, hogy a lakossági fogyasztás fog csökkenni, hiszen a pénzünket el kell költsük energiára, meg élelmiszerre, és a megtakarítás az minimális lesz, az csökkenni fog az a lakosság megtakarítási hajlandósága. És a fogyasztása, a belső fogyasztás csökkenni fog. És akkor szépen lehet, ha csökken a belső fogyasztás, akkor az infláció is fog mérséklődni, hiszen nem fognak annyit költeni, nem fognak annyit, tehát nem lehet azt csinálni, amit most, hogy felette árazok nyugodtan a költségeimnek, mert úgyis megveszik. Nem fogják. Ezért várhatóan mérséklődni fog ez a felé árazás. Szépen elkezd csökkenni az infláció, és ahogy csökken az infláció, ugye a monetáris politika is enyhülhet, és akkor 2023, ott ahogy a grafikon is mutatja, 2023
második felétől, tehát meg folyamatosan elkezd csökkenni az infláció, és 2024-ben szerintem már a monetáris enyhítésnek is helye lesz. És hogy visszatérjünk a monetáris izére, a enyhülésre, nézzük meg a Magyar Nemzeti Banknak a lakossági hitelezésre vonatkozó grafikonját, előrejelzését, ami szerintem neki, ami minket a legjobban érdekel, mert hogy ez fogja legjobban meghatározni azt, hogy mennyire fog a lakos az ingatlanárak emelkedni, avagy csökkenni. És 2024-re teszi azt az MNB, hogy elindul a lakossági hitelezés, tehát nagyon jól látszik a grafikon, hogy paf, tehát ez egy V betű, hoppá, egy V betű, ezt nagyon szeretik mondogatni, hogy jó, ez egy jó, ez lesz, ez nem egy V betűs válság lesz, ez egy V betű. Ez nagyon jól látszik, hogy ez egy V betű 2024 elején, és ezért mondom azt, hogy 2024 elején, amikor megindul a lakossági hitelezés, amikor az infláció leszorul, de ott lesznek az alulértékelt ingatlanok, akkor egy korrekció fog megindulni, paf, így. Remélem érthető volt, remélem tetszett a videó. Ha tetszett a videó, akkor kérlek iratkozzatok fel, és írjátok megjegyzéseket, és azt is, annak is nagyon örülnék, hogyha azt is megírjátok esetleg, hogy mi érdekelt titeket ingatlanokkal kapcsolatban, bérbadást, hogy kell, mire figyeljünk egy adásvételi szerződésnél, gyakorlati tapasztalatokat, írjatok, lájkoljatok, iratkozzatok fel, élvezzétek az életet, és sokat kiránduljatok, sportoljatok, szeressétek egymást, és peace.